Na halli, szia, szevasztok, én Robi vagyok, és ma egy okos zárat fogunk kipróbálni. Azt még nem tudom, mitől okos. Hol volt, hol nem volt, megkeresett a Willog, hogy próbáljam ki az egyik terméküket. Hát bevallom őszintén, nem hozott lázba a dolog, hogy kipróbáljuk egy ilyen okos zárat, de ha már úgy alakult, akkor már miért ne próbáljuk ki. Próbáljuk ki, és nézzük meg, hogy mit adnak azért a pénzért, meg mire való, meg hogy. Na szóval ezt fogjuk látni ebbe a videóba. Bár én egy kicsit szkeptikus vagyok, már az ajtó méretezésnél nálam nincs olyan ajtó, amiben ezt be lehetne szerelni. Nálam ilyen régi fajta ajtók vannak, minden befele nyílik, hasonló, és láttam Walter Rébnél, hogy problémát okozott az, hogy az ajtókeretbe beleütközött ez a zár. És szerintem nálam is probléma lesz, de küldtem nekik előre képet, ugyanúgy, mint Walter, és azt mondták, hogy nice. Na szóval, ennél felbuzdulva én meg is néztem a méreteket. Hát, ők azt mondták, hogy jó lesz. Én lemértem, nem lesz jó. Na de, mivel nincsen ajtóm, amiben ezt be tudnám szerelni, ezért egy kapuba fogom beszerelni. Elég érdekes felhasználás, nem tudom, hogy csinált-e már valaki ilyet. Én a bejárati kapura fogom én ezt felszerelni, kíváncsi leszek, hogy hosszabb használat folyamán, most ugyebár most fog következni a tél, és hogy az aksia hogy fogja bírni, meg hogy fogja viselni a párát, hasonló, le fogja tudni olvasni az új lenyomatot, erre nagyon kíváncsi vagyok, na de nem is dumálok tovább, bontsuk ki, és nézzük meg, hogy mi van a dobozba. Itt van hát a dobozunk. Szépen be van csomagolva, ezt még nem bontotta ki senki. Ugyebár ez egy biztonsági dolog, emiatt lehet látni, hogy ilyen biztonsági dobozkába van, de mint Walter, én is megpróbálom itt az aljánál fogva kibontani, hogy ki lehet-e bontani úgy, hogy ez ne látszódjon meg. Hát fogjuk rá, na most elszakítottam, de ki tudom úgy bontani a dobozt, hogy ez ne okozzon problémát. Na de most, mivel én ezt nem akarom továbbadni, én ezt ki is bontom. Hát kapunk hozzá egy szép kis használati utasítást. Nem is tudom milyen nyelveken. Van angol, szóval onnan már nem hibázhatunk. Jó, és akkor már is megkapjuk itt a zárat. Na hát, íme itt a zárunk. Ez lesz belül. Ez pedig kívül, hát gondoltam én, hogy ilyen szép nagyocska, és elég nehezen fog elférni. Egy gomb, gondolom ez az új lenyomat leolvasó, és van egy kis kijelzőnk, így üresbe forog itt szépen, és én látok egy mechanikát benne, amire kíváncsi vagyok, és szerintem azt szét is fogom kapni. Dobozban még van egy szép kis doboz, és kapunk hozzá szerszámokat, igen, csavarhúzót, mondjuk is ki. Kapunk hozzá három ilyen mágneskártyát. Ez fogalmam sincs mi, de nagyon érdekes. Lehet, hogy fogja írni a leírásba. Na lássuk, be tudjuk-e kapcsolni.
Vlog kiírta, hogy Vlog. Na lássuk, hogy hogy működik. Elméletileg most forgatja az árnyelvet, és egy pár másodperc után már nem forgatja az árnyelvet. Most már nem forgatja az árnyelvet. Jó. Miután behelyeztük ezeket a dolgokat, beállítunk egy admint, konfiguráljuk. Azt mondja, hogy 5 másodpercig tartsuk lenyomva. Egy admin hozzá is van adva. Lehet, hogy kellene egy másik ujjammal is megpróbáljam. Na jó. Működik. Érdekes, hogyha nem nyomom le a gombot, akkor csak akkor megy a kijelző, hogyha... Na jó, lássuk a másik ujjammal. Meg kell nyomjam a gombot ahhoz, hogy működjön. A bekapcsoló gombot, szóval nem megy egyfajtában a kijelző. Másik, miután lejárt, nézzük meg a másikat is. Evel az ujjammal. Evel már nem forgatja az árnyelvet. Nem tudjuk elforgatni. Itt a másik. Evel már forgatja. Na jó van. Hát ez nehezen ment. Menjünk ki a kapuhoz és szereljük be. Mint ahogy mondtam, a kapura lesz felszerelve. Erre a kapura. Ők azt mondták erre a zárra, hogy nice, és el fog férni. Hát én kíváncsi leszek. Én ezt már ide is próbálom. Hát, igen, lehet, hogy egy kicsit kell faragni a kapuból. Nem baj, hozzuk majd a flexet. Elméletileg a cserének problémamentesnek kellene lennie. Kivesszük a zárat rögzítő csavart. Hát ez már nagyon sok mindent megélt. Ez a zár, és egy kicsit lehet, hogy ferde is. Ennyi az egész. És akkor jöhet az okos, a kis okos. Lássuk hát, hogy bemegy a helyére, és hogy megy be a helyére. Igen, hát ez is olyan érdekesen. Oké. Okay. A belső az már működik. Ezt így le kéne rögzíteni, ha jó helyen van a csavar. Én nem a tőlük kapott csavart fogom visszatenni, mivel az rövid lesz. Számunkra. És már rögzítve is van. Belülről lehet nyitni, zárni, gond nélkül. Nem kell hozzá kulcs, se semmi más. És most az jön, hogy beállítsuk ezt az okos műszert is. Ha kivesszük ezt az oldalsó csavart, akkor lejön a burkolat, és hozzáférünk az állítható csavarhoz, amivel ki és be tudjuk
tolni ezt a kis szerkentyűt. Ugyebár ilyenkor ez így forog a semmibe. Na most visszajön a burkolat. Szerintem az volt a probléma, hogy én elkezdtem befele tekerni. Ezt nem kell nagyon meghúzni, mert ez csak a burkolat. Végül rájöttem, hogy mire való ez az a kis alkatrész. Ez, hogyha sokkal hosszabb, vastagabb ajtónk van, akkor evel meg lehet hosszabbítani a zárszerkezetet az egyik irányba. Ezt itt egyetlen egy csavar fogja. Ez úgymond kulcs helyett van itt nekünk. Na és akkor lássuk, mi történik, hogyha én hazaértem, és akkor megnyomom a power gombot, bekapcsol, és most pár másodpercig tudom tekergetni. Eltelik egy kis idő, ő sípolása jelzi, és ilyenkor már nem lehet mozgatni. Tartom rajta, és már működik is. De még mindig nem jöttem rá, hogy mitől okos. Na de akkor lássuk hát, hogy becsukódik-e az ajtónk. Hoppá! Hát igen, ez probléma. Na de hozzuk a flexet. Na. Kint a flex, bejelöljük, hogy mi van pluszba, hát és ez muszáj lesz kivágni. Na, és akkor hát lássuk a medvét. Bezártuk. Nem lehet nyitni. És még nem telt el az idő. Be van teljesen zárva, most nem lehet nyitni. És megnyomjuk. És most már ki lehet nyitni. És még van időnk, akkor vissza is tudjuk zárni. Na lássuk. Működik is a kártyánk. Annyi a dolgunk, hogy bekapcsoljuk. Odaérintsük. És már működik is. Várunk egy picit. Na de. Igen, az oldalsó fülecskével megnyissuk az appot. Google Play-el. Igen, villog. És már telepítjük is. És már meg is nyílt az applikáció, le is töltődött. Elfogadunk mindent. Ide betesszük a telefonszámot. Hol van Rumunskia? Nem Magyarország, Rumunskia. Románia, itt egy picit szünet, mert nem szeretném kiadni az összes adat. Itt engedélyezünk mindent, már regisztráltam is, és akkor most hozzá fogunk adni egy kulcsot, oké. Okay.
alkalmazás használata közben. Beolvassuk ismét. Miután beírtam a Davis ID-t és kiszereltem a helyéről a kis zárnyelvünket, itten meg tudunk nézni dolgokat, de tudunk hozzáadni kártyát is, amit eddig nem tudtunk hozzáadni. Adjunk át hozzá egy kártyát, ezt be kell szkennelnünk. Ez sikerült is. És már hozzá is adta a kártyát. Abban az esetben, hogyha lemerülne a készülék, akkor van esélyünk egy USB táppal megtápolni a készülékünket. Fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem alkalmas arra, hogy töltse a készüléket, csak ellenlemerülés esetén ad neki egy plusz tápot, hogy ki tudjuk nyitni a készüléket. Ennyi. Na hát, így végszónak, a zár működik, zár. Mennyire biztonságos? Valószínűleg biztonságos. Egy kicsi módosítás kell a kapun, kellett a kapun, sikerült beszerelni, de viszont nagyon meg kell nézni, hogy milyen ajtónk van, elfér-e ez a kütyű, vagy sem. Szóval, na, elég nagy a cucc. Itten még merülnek fel kérdések, mi történik, ha betörő úr letöri ezt a szerkezetet, hogy lehet kinyitni, én ezzel nem foglalkoztam, de viszont Walter ezzel egy kicsit foglalkozott, szétszette a kütyűt, szerintem tönkre is tette. Érdemes megnézni, a videója itt lesz a leírásba. Szóval nagyon meg kell nézni, hová szerelitek be, mert nem biztos, hogy befér. És nálam szerencse volt, mivel a kapuból tudtunk faragni, de viszont egy műanyagajtóból, faajtóból nem biztos, hogy ilyen könnyen megoldjuk, úgyhogy dizájnos is legyen. Megpróbáltam mindent megmutatni, amennyire tőlem tellett. Azért én sem vagyok egy genius. Szóval link a leírásba, ott megnézhetitek Walter videóját is. Ehhez a zárhoz lehet kapni egy ilyen wifi modult is, valószínűleg akkor távolról lehet kinyitni az ajtót, lehet hozzáadni 20 felhasználót, és ilyen kártyákat is. Nekem azt tetszett benne, hogy nem kell hozzá kulcsot előszedni, tele vagy csomagokkal, csak oda teszed a kis ujjadat, megnyomod a gombot. Ez mondjuk egy kisé zavart, hogy meg kell nyomni a gombot ahhoz, hogy érzékelje az új lenyomatot. Jó lett volna csak odaérinteni, és akkor eltekerni a dolgokat. De hát, na, gondolom energiatakarékosság céljából be kell kapcsolni a kütyüt, és még az egy picit hátrány számomra, hogy mikor bementem az admin menübe, akkor hát volt kb. 5 másodpercem, hogy beállítsam a dolgokat, aztán ő kikapcsolt. Szóval ez sem annyira barátságos volt, főleg aki ilyen kezdő felhasználó minden téren, mivel azért kell az embernek gondolkozni, hogy mi is történik most, meg miket ír ki. Na szóval, link a leírásban, hol vehetitek meg, a Vlogtól is lesz egy link, és Waltertől is. Na köszi, hogy itt voltatok, és addig is, sziasztok!